Szép estét kívánok! Köszöntöm az ünnepi beszélgetések nézőit. Ma esti vendégem Juhász Zsófia. Szervusz, szép jó estét! Szia! A Művészetek Háza igazgatója, az Alba Regia Tánc Egyesület elnöke, a Fehérvári Programszervező Kft. Ügyvezetője és a Szedte-Vette zenekar hegedűse. Bár egyre kevesebbet látunk. És családanya. Azt nem kérdezem, mert nagyon elcsépelt lenne, hogy hogy fér bele ez 24 órába és 365 napba. De majd azért nyilván választ kapunk arra, hogy ezzel a rendkívül sok kiemelt feladattal miként lehet megbirkózni. Művészetek házával kezdjük, hiszen nagyon fontos számunkra, mégpedig azért, mert hogy olyan sok színű a Művészetek háza tevékenysége, hogy azt hiszem, hogy ez teljes egészében lefedi, ha népművelésről beszélünk, a művelődésről beszélünk mindent. Jó is, hogy a Művészetek házával kezdünk egyébként, mert ugye 2008-ban lettem ott igazgató, és ugye azt éreztem, hogy olyan szépen haladunk előre, ívelünk felfele, és az utóbbi időben pont ezek a fenntartóváltások miatt egy picit ilyen hányattatott sorsra jutottunk, mert nyilván a látogatókat az nem érdekli, hogyha bemennek egy művelődési házba, hogy ki a fenntartó, de nekünk, aki ott minden nap dolgozunk, bennünket nagyon is érdekel, és rossz azt az állapotot elérni, amikor van ötletünk is, van hozzá kedvünk is, lehetőségünk is, csak egy pici pénz kéne hozzá, de hát mivel az intézmény a szociális és gyermekvédelmi feladatellátási rendszerbe zuhant itt a különböző váltások miatt, egy kicsit ilyen mostoha körülmények alakultak ki körülöttünk, amit egyébként kollégáimnak köszönhetően így próbálunk uralni, és megőrizni azokat a sikereket, azokat az eredményeket, amiket elértünk. Ugye ez a művelődési házi rendszer, ez ilyen formában egy érdekes dolog ugye a városban, főleg nekem, aki ugye egy nagyon nagy és igen prosperáló Kft-nek az ügyvezetője is vagyok, mert az egyik oldalon van pénz, paripa, fegyver, a másik oldalon pedig ugye pont ezekből bizonyos tényezők hiányoznak. De pont, ha csak az én személyemet veszem, és ezt most önző módon, mert ugye velem van ez a beszélgetés, nekem ez pont nagyon jól kompenzálja ezeket a hiányosságokat, amit most a Művészetek házában nem tudunk létrehozni. De egyébként nyilván a pályázatokat ugyanúgy beadjuk a kollégáimmal, ugyanúgy próbáljuk a kapcsolatainkat ápolni és fejleszteni. Ugye Székesfehérváron egyetlen intézmény van, amelyik közművelődési intézmény címmel rendelkezik. Ennek az a lényege, hogy egy folyamatos fejlesztés, tehát mintha egy ilyen minőségbiztosítási rendszert húznánk rá az intézményre, de ez nyilván, és ha már maradjunk ennél a szónál, akkor ugye népművelési körben teljesítjük ezeket az elvárásokat, és ez az egyetlen intézményen Fehérváron, tehát rajtunk kívül senki nem rendelkezik ezzel a címmel. Erre büszkék vagyunk, és de nyilván most ennek a megvédésére kellett berendezkednünk. Egyébként az intézmény működésében a barátságmozi az egy óriási előnyt jelent, hiszen tulajdonképpen ezzel a kulturális élet körforgásában folyamatosan benne vagyunk, és azért így a kollégáimmal ügyesen megtanultuk, hogy tudjuk ennek az előnyeit más területen is érvényesíteni, és azt gondolok arra, hogyha mondjuk Komendó Gabi kolléganőm szervez egy olyan kiállítást, ami a népművészet körében hívja a látogatókat, akkor próbálunk a moziba egy kis olyan filmcsemegét becsempészni, ami valamilyen módon összekapcsolható. Tehát párban jár ez a történet? Párban jár. Egyébként mindig is, tehát a kollégáim erről voltak híresek, és most is ebben jók, hogy folyamatosan a kapcsolódási lehetőségeket keresik, és ez most ugye nyilván intézményen belül ez erőteljesebb, mert ilyenkor az ember, amikor ilyen rossz helyzetben van, akkor összehúzza magukat, és ugye jobb az összetartás, tehát az összetartó erőbb ilyenkor erősebb. Miként lehet egy forráshiánya küzdő intézménynek megvalósítani azokat, ami esztendők óta már fut, ha úgy tetszik, tehát rengeteg kiállítás van, elsősorban népművészeti kiállításokra gondolok, szakmai rendezvények, találkozók, csajos estek, Animono nemrégünk voltunk, az is egy régi történet, bútorfestés, csipkehét, játékestek sorozata. Hát, hogy az évek során, mivel megtanultuk ezt a
folyamatos ilyen túlélési ösztönt kialakítani minden kollégában. Folyamatosan felépítettünk magunk mellett egyesületeket. Tehát ha van egy program, akkor nem csak a Művelődési Ház pályázik erre, hanem megpróbáljuk az egyesületek révén a különböző programelemeit megpályázni. Ez egyébként egy viszonylag könnyen működtethető rendszer, és egyébként ezt mindenkinek javaslom, hiszen nyilván vannak különböző források, és oda mindenki mindig más pályázhat. Nyilván van, ahol az intézmény nem tud pályázni, ott be kell dobnunk egy egyesületet. És hát természetesen az utóbbi időben mi is nagy segítséget kapunk a várostól. Az önkormányzattól, akik ezt az átmeneti időszakot, hiszen mindenki tudja, hogy arra várunk, hogy valamilyen módon az intézménynek, illetve az ingatlannak a helyzete végre tisztázódjon. Tehát ne így lebegjünk, hanem akkor tudjuk, hogy mi is a városhoz tartozunk, vagy tudjuk, hogy biztos, hogy nem fogunk a városhoz tartozni. No, de én inkább az előbbében reménykedem. Igen, ha az írott kőhöz hasonlítom a Művészetek Házát, akkor a kékestető mindenképpen számodra magyar viszonylatban a programszervező Kft. 2015 márciusában az önkormányzat, úgy gondolom, hogy akiket kicsit is benne érünk, nagyszerű döntést hozott azzal, hogy egy olyan kreatív szakmai kommunikációs marketing csoportot hozott létre, amit ti vagytok. Igaz, hogy akkor ugye 17 kiemelt feladatot rendelt a programszervezők munkájához, azóta ez már 30, mint tudjuk, az imént tudtam meg tőled, nem számoltam. De azt hiszem, hogy ez egy nagyon, hiszen a 17, vagy most a 30 legfontosabb ünnep, itt a szó az ünnepen van, a jelentőség, teljesen mondom ezt. Hát mivel én is itt dolgozom, és itt élek a városban, azt gondolom, hogy most a személyemtől függetlenül ez egy jó döntés volt. Jó az, hogyha tényleg a város minden lakója tudja, hogy kihez fordulhat, akár ötletével, mert egyébként rengeteg ötletet is kapunk a városlakóktól. Tehát hova fordulhatnak ötleteikkel, hova fordulhatnak esetleg kritikájukkal, hogyha bármilyen módon valamelyik rendezvényen nem érzik magukat jól. Tehát a döntés az nem csak emiatt, hanem azért is, mert nyilván ez egy összehangolt munkának az eredménye, ami egyébként régebben különböző intézményeknél volt. Ez nehéz volt egyébként így átlátni. Szerintem költségvetési szempontból is így sokkal racionáltabban működtet a rendszer. És nekem meg ez egy óriási megtiszteltetés volt, amikor polgármester úr behívott, és azt mondta, hogy szeretné, hogyha én vezetném ezt a céget, amire egyébként rögtön az első alkalommal is igen mondtam. Tulajdonképpen nem is gondolkoztam. Néha haza szoktam vinni döntési helyzeteket a családban megbeszélni, de ez az volt, amire elsőre azt mondtam, hogy igen, és szeretném. És itt is nagyon, ugye itt említették ezeket a számokat, hogy 17-30, lehet, hogy jövőre 40, folyamatosan a kollégáim is annyira ügyesedünk, szóval ez az egész rendszer, amit itt kialakítottunk, ugye én nem vezettem előtte ekkora Kft-t, ezt nem is titkolom, mivel intézményvezető voltam, ugye ez egy egészen más szegmense ennek az egész feladatellátásnak. Nem voltam ilyen szoros kapcsolatban az önkormányzattal sem, mivel ugye megyei intézmény voltam, tehát egy másik a megyei önkormányzathoz tartoztunk. De ez egy ilyen kalandos indulás volt, de azt gondolom, hogy most mindenki számára már megnyugtató kint is és bent is. Nagy kihívás egyébként egy rendezvény vége a következő rendezvény kezdete, vagy még korábban datálódik, hiszen ha azt mondjuk, hogy az ifjúságot és a teljes székesfehérvári lakókat fedik le ezek a rendezvények, nem mondtunk semmit. De azt mondjuk, hogy elkezdődik az ifjúság feszte, de aztán ott vannak a nemzeti ünnepeink márciusban, aztán bolondballagás, nem sorolom. De kis csak kezdjük úgy, hogy január 1-én van a lencseosztás, és december 31-én a szilveszter. Egy hét múlva lencsét fogunk enni az Alba Pláza előtt, és viszont egy héttel és egy nappal, egy nap múlva, akkor pedig a városi szilveszteren leszünk ott. Ez érdekes. Melyek azok a kiemelt feladatok, amelyek, tudom, hogy minden feladat hasonlóan hangsúlyos, amelyek a legnehezebb tető alá hozni? Mondok itt, ugye falsős a királynapok nehézségnek nem mondanám, inkább, hogy melyik, ami bonyolultabb. Tehát nyilván egy 10 napos eseménynek, mint a királynapoknak a megszervezése, az nagyon nehéz, mert ugye előre kell gondolni, és már úgyis előre kell gondolni, nem csak a 2018-ra, hanem a 19-re és a 20-ra is, mert igaz Kriszta kollégámmal mindig azt látjuk, hogy
rendelhetünk ide mondjuk egyik évben 10 zenekart, a másik évben 20 zenekart. Ez nem biztos, hogy feltétlenül az emberek, akik itt élnek velünk, ők ezt változásnak élik meg. A programok sokaságát látják. Mi viszont azt szeretjük, hogyha nekünk is élvezetet jelent ennek a megszervezése. Tehát akkor mondjuk olyan koncertet szervezünk, amivel mondjuk sok fehérvárit érintünk, ami így a mi termékünk lesz, amivel még büszkélhetünk, és hogy ezeket be kell építeni a következő évi eseményekbe. Tehát, hogy látnunk kell, hogyha mondjuk tavaly a királynapokon létrehoztunk egy ilyen swinges eseményt a királynapok színpadán, akkor ezt hogy lehet továbbfejleszteni majd 2019-ben és 20-ban is. Tehát, hogy mindig új legyen. Egyébként nyilván ezek a technikai megvalósítások, amik segítenek bennünket, tehát a mappingek, a tűzi játék, a vízi játék, amik nyilván még rengeteg féle dolog van, de ezeket szisztematikusan kell, tehát nem szabad nekünk se úgy gondolkozni, hogy 2018-ban majd mindent elsütünk, mert most már tényleg minden a rendelkezésre, hanem szépen folyamatosan kell. Tehát, hogy íve legyen a történetnek. Igen, igen. Tehát, és igazság szerint nagyon nehéz azt látni, hogy mi is, hogy mondjuk mi lesz 2023-ban, ugye reméljük már akkor Európa kulturális fővárosa lesz Székesfehérvár, de nagyon nehéz így előre gondolkozni, mert a zenekarok is folyamatosan változnak, az előadók is jönnek, mennek, tehát hogy lehet, hogy akivel most tervezünk, az két év múlva már nincs a palettán. Már pedig nagy az elvárás, hiszen gondoljunk csak az elmúlt esztendőre, nem a 2017-re, de 2016-ban jött az a nagy évű történet a színpadon, az Isi színpadon, amikor Rúzsa Magditól, Charlie Nát, Csíkon keresztül, Miklós Erika Bombonnal. Teltházas volt folyamatosan. Hát ha lett volna 10 000 ülőhely, akkor lett volna 10 000 ember, aki ezt nézi. Tehát ez, mondom, ez rendkívüli kihívás. Igen, tehát hogyha visszakanyarodunk az előző kérdésre, tehát amiből kiindultunk, hogy nyilván mondjuk, hogyha veszem az idősek világnapját, amit ugye az Alba Régia csarnokban szervezünk meg, az egy viszonylag egyszerű szervezési feladat igényel. Ezért van az, hogy az a kollégám, aki azt szervezi, mert az egy délutános programról, az a kollégám párhuzamosan még visz 4-5 másik rendezvény, tehát ő neki úgy kell gondolkoznia, hogy ha beérkezik egy e-mail vagy egy telefon, hogy azt most úristen el ne tévesszem, hogy ez melyik rendezvényhez kapcsolódik. Tehát nem csak én vagyok leterhelve, és akkor a legelejéhez visszakapcsolok, hogy lehet ezt bírni. Tehát nem csak én vagyok leterhelve, hanem ugye a kollégáim. És én abban hiszek, hogy akkor vagyok én is nyugodt, és szerintem az egész rendszer akkor nyugodt, hogyha a kollégáimra rá tudom terhelni a feladatokat, tehát le tudok delegálni döntéseket. Nem feltétlenül kell mindenhez engem becsatolni, mert nem biztos, hogy én fogom eldönteni, hogy most a Paprika Jancsi Báv együttes szerepeljen a Mátyás Király szobornál augusztus 19-én, hanem van egy kolléganőm, aki ezt eldönti. Ez bizalmi kérdés. Ez bizalmi kérdés. És szerintem ettől fog jól működni, és ettől működik jól mind az Alba Régia Tánc Egyesület, mind a KFT, mind pedig az MMK, mert megtanultam ledelegálni, de nagyon nehéz volt. Tehát ez nagyon rossz, hogy ez egy nehéz feladat, hogy megbízzak úgy a kollégámban, még akkor is, hogyha esetleg előfordulhat, hogy hiba esik a rendszerbe, de nyilván ezt tudjuk korrigálni, csak hogy én nekem legyen könnyebb. Hát ez csapatépítő készség dolga, és azt hiszem, hogy te mindez ideig jól... Hogy az évek és a rutin, tudom, a rutin. Hogy egy nagyon... De 2008-ban én sem voltam biztos ezekben a dolgokban, tök fiatal voltam. Nem megy egyik pillanatról a másikra, igen. Maradjunk ennyiben. Alba Régia Tánc Egyesület, egy sikersztori mindenképpen. Elnökként ott is van egy csapatod, hiszen a Majoros Fivérek az együttes művészeti vezetőjeként, illetve az Egyesületben művészeti menedzserként, Majoros Bandi, azért sokat segítenek a rutinos tánc, és hát ugye te magad is ebben élsz már régóta, zenészként feltétlenül. Ez is egy nagy kihívás, hiszen rengeteg tanfolyam van, ott vannak a töpörtyüktől a szenyorokig. És mindenkinek gondját kell, hogy viseljetek, és ráadásul még ott van az a sok-sok megmérettetés, hiszen most már rangos, nívós versenyeken, fellépéseken szerepel az együttes, sok-sok csoportja, tehát ki mit tud, felszállott a páva, nem sorolom. Rengeteg meghívásnak tesztek eleget, lámit volt Kína, aztán Szingapúr, most nem régiben, úgyhogy ez egy remek történet. Viszont ahhoz is kell egy első számú vezető.
Nos, a táncház az egy annyira különleges hely, tehát azt minden vezetőnek ajánlom, hogy ott próbáljon egyszer dolgozni egy hónapot, mert egészen más a légkör. Tehát ott ez egy egyesületről beszélünk, egy civil szervezetről. Ugye én tulajdonképpen egy kézbe ültem bele, amiért örökké hálás leszek Botos Józsefnek, hiszen ő annyira szépen felépítette ezt az egész rendszert. Tulajdonképpen most, ahol vagyunk, ezt itt voltak veszélyek is, meg voltak lehetőségek is, és mindegyikre kellett figyelni. Az én szerepem ott az volt az első évben, amikor elnök lettem, hogy tényleg megismerjem őket, mert nem dolgoztam velük. Tehát, hogy mindenki tudja a saját munkáján, hogy vannak olyan kollégái, akiknek kiad egy feladatot, és akkor folyamatosan azzal szembesül, hogy nem lehet azt megcsinálni. Nos, a táncházban ilyen soha nem volt még. Tehát én a Majoros Andor és Majoros Robi, akik tehát egy olyan testvérpár, aki én nem tudom, hogy a szüleik egyébként, ismerem őket, tehát tudom, de hogyha egy valakit boldogsággal tölt el, hogy mennyire büszke lehet a fiaira, az biztos, hogy a fiúk szülei. Hogy a Robi egy kincset ér a városban. Tehát ezt az a Majoros Robert, aki az Alba Régia Táncegyüttesnek a művészeti vezetője, és aki rengeteg koreográfiának a tulajdonosa, aki kitalálja, hogy egy színpadi koncepció hogyan valósulja meg, úgyhogy ez biztos, hogy a legutolsó embernek is, aki életében nem nézett néptáncot tetszen. Tehát a Robi ilyen szempontból egy kincs. Bandi pedig ezekkel a titkári teendőivel, amivel nekem nagyon sokat levesz a vállamról, de úgy Botos Rita, ugye Jóskának a lánya ott dolgozik velünk, és Ritával is nagyon, nagyon korrektül lehet el dolgozni, és hát az idősebb korosztály pedig Bokorné Marika képviseli, tehát őt egyszerűen egy élmény ott dolgozni, és azt is bevallom, hogy például én az irodámat átadtam a Marikának, tehát én ki van írva, hogy Alba Régia Táncegyesület elnöke, de nem vagyok ott funkcionálisan, heti egyszer megyek át, akkor van értekezlet, mert működik a dolog. Itt azért szeretnék elmondani, de nyilván ez is egyébként nem érdekes szerintem tehát akik nem a táncházban dolgoznak, meg vagy nem oda járatják a gyereküket, de azért ott működik egy művészeti iskola. Tehát nyilván annak vannak nyűgei is, meg vannak kellemes dolgai is. Nyilván ők kapnak egy olyan támogatást állami forrásból, ami segíti a mi munkánkat. Tehát én mindig egyébként, én nem szeretek így különbséget tenni, hogy most akkor az a csoport, az a művészeti iskolái, ez meg az egyesületi, mert szerintem ez butaság lenne. Az emberek ugyanúgy, ahogy egy művödési házba belépnek, és említettem, hogy nem érdekli a fenntartó, ugyanígy itt sem. Tehát ők az Alba Régiába szeretnének járni, és azt szeretnék, hogy a gyerekeik is oda járjanak. Rengeteg gyerek van, tehát tényleg, és azt tudom mondani, hogy a táncház egyre kisebb. Most, ami nagyon nagy újdonság, és amit szintén külsősök nem érzékelnek, de a táncháza szép hő révén a ráköttetett ilyen szép, szóval említve a távhőre, tehát nekünk volt egy rajhili kazánunk, ettől megszabadultunk, ez óriási teher volt, tehát egy egyesületnek egy rossz kazán az a halált is jelentheti. Igen. Tehát egy kazáncsere az egy egyesületnek nem ugyanazt jelenti, mint egy intézménynek, akinek van egy önkormányzati fenntartója, és ez kvázi egy garanciát jelentett bennünket, ez nagyon-nagyon frusztrált, és az önkormányzati támogatásnak most távhőszolgáltatás van a táncházban, és hát nyilván próbálunk most, amit a kazára így félretettünk, ugye ezeket a pénzeket átcsoportosítani. Ott nagyon, nagyon jól kell látni az országos mozgásokat, tehát nagyon kell látni a trendeket, látni kell, hogy mire van szüksége a közönségnek, és valamilyen módon formálódni abba az irányba. De a Robi pedig ebben nagyon profi, hogy mindig megtalálja azt a kínos határt, hogy ne lépjünk át olyanba, ami nem autentikus, de maradjunk meg annál, ami mindenki számára emészthet. És siker. És siker. Lásd Mozdulatlan Legendák. Azt ez például egyébként remek mondtam példa a Robinak, erre, hogy évente csináljunk ilyet, tehát ez egy nagyon, nagyon jó dolog. És ha már a táncházban vagyunk, akkor ott van a Szedte-vette. Az imént már beszéltünk róla, hogy a jövőre lesztek nagykorúak, 18 esztendős lesz a csapat, és ha jól emlékszem, akkor 2007-ben jelent meg az első lemezetek. A Száz Liba egy sorba mennek a templomba, ugye? Az meg 10 esztendője volt. Ja, hát az volt. Már a második volt. Vagy nekünk a második volt? Olaszországban volt egy Gulyás nevezetű CD-nk, de az itt Magyarországon nem jelent meg. Viszont akinek ennyi feladata van, bármennyire is szereti a zenét, és bármennyire remek hegedűs,
nem mondd, hogy nem mondjak ilyet, mert remek hegedűs vagy, és nagyszerű a szedte-vette csapat is. De egyre kevesebb időt van rá, úgy látom, és egyre kevesebbet látunk, holott. Megszámoltam, hogy hány helyre jártatok a megyében egy időben. Jószerűen minden hétvégén játszottatok valahol. Hát valakinek. meg hétköznap, tehát rengeteg óvodában is. Jártunk. Hogy jut időd a szedte-vettére? Fáj a szíved, Zsófi? Igen, és ezért hoztam egy döntést december elején, amikor megkérdezte Robi, hogy van-e kedvünk lekísérni az Alba Régia Tánc Együttesét, vagy az Alba Régia Művészeti Iskola csoportjainak a karácsonyi műsorát, és na, ott is gondolkodás nélkül igen mondtam, mert hiányzik, igen, hiányzik. Hiányzik ez a druk helyzet, tehát hogy nyilván, amikor az ember ott van a Lecsó Fesztivál, és jönnek az emberek, és száll a füst, és mindenki boldog, mert jól érzi magát a baráti körével, az is egy jó druk helyzet, mert ugye nagyon rossz, hogyha fancsali képű emberek jönnek velünk, akik csalódottak, akik nem úgy érzik magukat, és ennek esetleg mondjuk valamilyen módon mi vagyunk az okai. Ez egy druk helyzet szintén, de az, amikor ott van az ember, és 20 vagy 30 gyermek táncol, és tudja, hogy én az Érika szőlőt fogom játszani, és meg kell ismételnem, mert úgy jön ki a koreográfia, és én nem ismétlem meg. Ugye ez ilyen, hogy egy olyan izgalmi állapot van előtte, hogy jól sikerüljen, hogy az kifejezetten hiányzik, és hiányzott az életemből. Meg hát nyilván ezek ilyen, tehát ott ülni, zenélni, elfelejteni mindenféle egyéb más dolgot, az egy nagyon jó érzés. Most pont megfigyeltem, hogy teljesen másképp jár a kattog az agyam, ha zenélek. Tehát, hogy akkor olyan, mint hogyha az agyamnak egy ilyen másik részét használnám, mint amikor ugye naponta jön egy levél, válaszolok rá, intézkedem, elmegyek megbeszélésre, tehát ez más részét járatja az agyamnak. Ez teljesen kikapcsol, holott sokkal izgalmasabb. És mi történik otthon? Hiszen a legfontosabb feladat mindenképpen... Na, valaki ez érdekli, akkor nagyon béna szakácsnő vagyok, nem is szeretem. Azt most nem érdekel nem engem, hogy jut időd a családra, hiszen jószerivel nagyon be kell osztanod. Ó, nem, mi óriási szerencsés helyzetben vagyunk. Nekem anyukám, apukám is él, és anyusom is, apósom is él. És ugye gyerekeknek az én mindennapi ellátásában ők nagyon sokat segítettek nekünk. Most pedig már ugye Lizi lányunk, ő is egyetemista. Tulajdonképpen Pesten laknak. Mondhatnám azt, hogy szabadságban ketten vagyunk az urammal, de sokszor vannak itthon, mert egyrészt ők is szeretnek a nagyszülőkhöz elmenni. Hétvégén viszont így biztos érzékelik a háziasszonyok, tehát egyik nap egyik nagymamánál leszünk, másik hétvégén a másik nagymamánál leszünk. Mi kell a folyamatos mosolygós szemhez, Zsófi? Hát nem tudom, egyébként már mostanában kevesebbet mosolygok, mert így megfárad az arcom, és így érzem, hogy így le, úgyhogy most majd olyan, én is fogok már járni ilyen kezelésekre, hogy így mindig így mosolygós legyek. Nagyon sok mindent mondtál, egy némi jövőképet hadd kérjek tőled. Ebben a sok Az Alba Régiával kapcsolatban hát egy nagyon szép évfordulók előtt állunk. Tehát, hogy az Alba Régia Tánc Együttesnek az évfordulója közeledik, plusz a fesztiválnak is egy kerek évfordulója, tehát ezeket mind nagy csinadratával szeretnénk megünnepelni, mert azt gondolom, hogy pont az Alba Régia Tánc Együttes, ahhoz valahogy mindenkinek van köze a városban. Tehát közvetetten vagy közvetlenül, de biztos, hogy van. Tehát ez szerintem egy városi ünnep lesz, és nagyon sok mindenkit szeretnénk vendégül látni. Én a jövőben biztos vagyok benne, hogy a táncház épületével nem csak tulajdonosilag, de minőségi változás is kell, mert ugye a táncház épülete 95-ös. Igen. Akkor adtuk át, és hát azért, ha valaki úgy elmélyed, tehát vannak, látszik, hogy festjük, szépítgetjük, de egy összességében nincs jó állapotban. Tehát ott kell, tehát ahhoz, hogy, tehát én mindig azt mondom, hogy van egy színvonal a szakmailag, akkor fel kell hozni az egyéb minőségi kategóriákat is, mert nem fogunk tudni versenyezni, tehát saját magunkkal sem, meg úgy összességében ezzel a táncház fogalmával, tehát hogy ez tényleg a tánc palotája, itt tényleg azért van, hogy mindenki jól érezze magát, és ez a mellékhelyiségekre is vonatkozik. Úgyhogy az Alba Régiában nagyon nagy ünnepségsorozat veszi kezdetét 2018-ban.
Az MMK-ban a mozival kapcsolatban egyébként először a mozira térnék rá, mert azt gondolom, hogy ez tényleg most pont ma valaki írt a Facebookon, hogy ő ma este szeretné 8 órakor megnézni, telt házzal megy, teljesen. Tehát december 31-én is csinálunk szilveszteri bulizás előtti vetítést, nincs jegy. Tehát ez azt gondolom, hogy nekünk nagyon sokat számított az, hogy a városi támogatással megvásároltuk azt a gépet, amivel sikerfilmeket tudunk ugyanabban az időpontban vetíteni, mint a plázák. És nagyon fontos, hogy mi nem kívánunk konkurálni. Én nem hoztuk el a Csillagok háborúját a Barátság moziba, menjenek el, nézzék meg a plázába. Mi azokat a filmeket, azokat a filmcsemegeket vetítjük, aminek most már kezdetben tényleg volt úgy, hogy mikor itt a mozi, én ott dolgoztam a művödéshelyzetben, ilyen 7-8 nézője volt. Tehát ilyen már nincs is a mi mozinkban, de nagyon jók a magyar filmek, és nagyon jók a fesztiváldíjas filmek, az Oscarra, hogyha megnézzük, hogy milyen filmek jutnak be. Tehát némelyiket ugye nem is látjuk a pláza moziban már, mert ők levették műsorról. Tehát semmiképpen nem vagyunk konkurenciája a másik mozinak. Egyszerűen itt tud érvényesülni ez a mozi. Én nekem, ha én most a jövőkép, akkor itt mondok egy álmot, lehet, hogy kéttermesnek kéne nekünk is már lenni. Tehát, hogy megérett arra a dolog, hogy kéttermes legyen. Én az művödési házas kollégáimnak csak azt tudom kívánni, hogy amit magamnak is, hogy oldódjon meg ez az áldatlan helyzet, hogy hova tartozunk, és kapjuk meg azt a méltó támogatást, amit ez az ügy és ez a közösségek megérdemelnek a városban, mert rengeteg kis közösség van nálunk, akik lehet, hogy mondjuk csak 25-en vannak, de ebből van mondjuk 15, akkor már ugye elég nagy létszámról, és ezeknek az embereknek hiányozna a művöldéséhez. Nem csak a miénk, a Szabad Művelés Háza intézménye is, a Voke intézménye is, a Köfé művöldéséhez, tehát minden hiányozna nekik, mert ők ezt szokták meg, hogy ide járnak. A KFT-vel kapcsolatban nagyon jó a csapat, tehát most annyira letisztultan és annyira jól tudunk együtt dolgozni, nagyon sok fiatal van. Látom, hogy összejárnak, haverkodnak is egymással, tehát egy ilyen baráti szálak is vannak közöttük, segítik egymást, vannak fiatal anyukák, tehát így azt is látom, hogy néha valaki elmegy vigyázni a gyerekekre, tehát ugye ezt jól látni, és ha jövőkép, akkor én nagyon remélem, hogy ha kapunk további rendezvényeket, akkor lehet egy olyan szervezetfejlesztés, amivel mindig ki tudjuk szolgálni ezt a szervezést. A zenekarral pedig szeretnék sokkal többet, tehát most ez egy nagy lökés volt, mert nagyon jól sikerültek a karácsonyi bemutatók, de hozzáteszem, hogy tehát ugye mi csak egy zenekar vagyunk, a kíséret, tehát ilyen a szempontból, de beleadtuk a szívünket, lelkünket, és éreztem a fiúkon, hogy nekik is hiányzik, tehát így Dani, a bőgősünk így valamelyik próba után odaszólt, hogy úgy szeretek veletek zenélni, szóval ezek így... Na, ha mosolyfaktor, akkor az ilyenek azok hozzásegítik. Történjék, így ezt kívánom. Köszönjük. És áldott békés, boldog karácsony mindnyájatoknak. Viszont az egész, a sok-sok csapatodnak, százan biztos vagytok, majdnem csak. Hát a gyerekeket beszámolom, még többen. Mi pedig találkozni fogunk nyilvánvaló, tehát szilveszterkor invitálom kedves nézőink, önök is figyeljenek, hiszen a városi szilveszter a Zsicsi színpadon nyitva áll majd önök előtt egyszer, másodjára pedig elsőjén pedig lencsét fogunk enni a pláz előtti téren, a hagyományoknak megfelelően. Kedves Juhász Zsófi, köszönöm, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, folytattuk az évértékelőket ezúttal. Juhász Zsófi volt a vendégem. Juhász Zsófia, bocsánat, a Művészetek Háza igazgatója, az Alba Régia Tánc Egyesület elnöke, a Fehérvári Program Szervező Kft. Ügyvezetője, az aranypáva minősítéssel rendelkező, szettelette zenekar hegedőse. Minden jót kívánok mindnyájuknak, viszontlátásra!